Kilenc böszörményi fiatal tanulmányait támogatja ösztöndíjjal a Felzárkózás a magasabb szintű oktatáshoz közalapítvány. Az ünnepélyes átadón december 14-én Kis Attila polgármester is köszöntötte a tehetségeket, s reményét fejezte ki, hogy lesznek olyanok, akik a megszerzett tudásokat a városban vagy a térségben hasznosítják majd. Kovács Attila, a kuratórium elnöke szerint az idei pályázók is nagyon sokrétű, szerteágazó tanulmányokat folytatnak, s méltán lettek díjazottak. A fiatalok többek között informatikai, zenei, jogi, műszaki, agrár, orvosi és pszichológiai tanulmányokat folytatnak. Szepesi Bettina vagyok, a Debrecen Egyetem Állam és Jogtudományi Karának végzős jogász hallgatója. Idén tavasszal megrendezésre került az Országos Tudományos Diákkori Konferencia, ahol a szekciómban külön díjat értem el. Több nemzetközi publikációt is megjelentettem, illetve több kutatási tevékenységet is folytatok. A fő témám a szakértőkkel kapcsolatos, mind a polgári, illetve a büntető eljárás jogi témában, és ezt az ösztöndíjat is erre fogom felhasználni, hogy ezt a kutatási tevékenységet befejezzem, és egy nemzetközi publikációt tudjak megírni. Erdős Adél Dorottya vagyok, és a Debrecen Egyetem Gazdaságtudományi Karának vállalkozásfejlesztés szakos hallgatója. A 2017 tavaszán az Országos Tudományos Diákkori Konferencián első helyezést értem el. A kutatási témám címe a homoktövis termesztésének és feldolgozásának gazdasági elemzése volt az intenzitás függvényében. Ebből kifolyólag több publikációt is megjelentettem, illetve az Új Nemzeti Kiválóság programon belül tavalyi tanévben, illetve ebben a tanévben is ösztöndíjban részesültem. Ezt szintén tudományos diákkori dolgozat elkészítésére egy újabb témában, a tojástermelés ökonómiai vizsgálatát fogom elvégezni elterjedő tartás technológiákban Magyarországon, illetve publikációt is szeretnék majd ebből készíteni. És az eddigi tudományos, illetve tanulmányi eredményeim alapján az Országos Tudományos Diákkori Tanács Proszirencia aranyéremben részesített, amelyet a Magyar Tudományos Akadémián vehettem át. Elek Sándor vagyok, a Debrecen Egyetem orvostudományi karának végzős hallgatója, és a tudományos diákkori kutató munkámat a Sebészeti Intézetben végzem. A differenciált pajzsmirigy karcinómás betegeknek a kezelési stratégiáját vizsgálom, hogy kellő radikalitással, illetve megfelelő a mostani kezelési stratégiájuk. Ezért, és Debrecen pont egy alkalmas terület erre, mivel az a pajzsmirigy műtétek száma országos szinten is a legnagyobb, és az ösztöndíjamat arra fogom felhasználni, hogy ezt a kutatási munkámat előre mozdítsam, amit most 2018. februárjában szeretnék előadni a Tudományos Diákkori Konferencián.